Ma már nem meglepő az, ha a legnagyobb sztárok és legmenőbb filmesek, tévések mobiltelefonnal készítik el filmjeiket, videóklipjeiket, akár riportjaikat is. Utána jártunk, hogy mi lehet a mobilfilmezés sikerének titka. Ha az ember magának csinálja a klipjét, akkor sokkal interaktívabban nyilván részt tud ebben venni, de hogy sokkal jobban bele tudja vinni azt is, amiről a dal szól a videóba. Nekem nincs igazán olyan klipem, amit ne én vettem volna fel különböző eszközökkel. Volt egy kísérletem még a Váratlan nyár kapcsán, amikor egy GoPro-val vettem fel a videóklipet és telefonnal kiegészülve. A következő videó, amit én magam készítettem, az az Emoji című dalomnak a videóklipje. Akkor kaptam rá az Instagramnak a My Story használatára, ez így akkoriban jött ki. Minden olyan dolgot, amit kicsit érdekesebbnek találtam, minden olyan élethelyzetet, ami egy picit túlmutatott annál, mint amiben így bele lehet kényelmesedni, rögzítettem. Volt egy idő, amikor így elkezdtem visszanézegetni őket, hogy milyen jó, hogy ezek a videók le vannak egyébként mentve. És ezekből a videókból vágtam össze az Emoji-nak a videoklipjét, kiegészülve azzal a matricás sorozattal. Nagyon élveztem, hogy telefonnal én magam tudok alkotni, és hogy én de tényleg így büszke vagyok, hogy ezt én készítettem a Váratlan nyár és az Emoji kapcsán is. Ha meg akarom fixálni, hogy ott maradjon, akkor rányomok, és akkor ez így ott marad, látom. A kép, a történet, a film az először a fejedbe kell megszülessen. A telefon, a fényképezőgép, a kamera az egy eszköz. Nem a kamera határozza meg az operatőrök halálát. Van olyan történet, például a színházi felvételeket nem lehet telefonnal készíteni, de dokumentumfilmbe, vagy olyan történetekbe, ahova be kell simulni az emberek közé, vagy például közel-keleti helyzetekre, vagy nagyon, nagyon sok háborús körülmények között videóújságíró is használ mobiltelefont, és ott kiváló dolog. Van olyan, amire jó a telefon, van, amire nem, de ahhoz, hogy az operatőri tudásod kell legyen, tehát hogy milyen fénybe dolgozol, milyen képet alkotsz, ahhoz, tehát az nagyon meglátszik, hogy a telefont olyan ember veszi a kezébe, aki tud képet alkotni, vagy olyan ember, aki csak ilyen home videós, ilyen házi videókat készít. És Gézától eleget tanultam, úgy gondoltam, hogy ezt az anyagot telefonnal fogom befejezni. Budapest a videóanyaga az eléggé spontánul, igazából tök őszintén jött létre. Jöttünk vissza egy nyaralásból a párommal, már elkészült a Budapest Girl, és így akartam kedveskedni a páromnak egy ilyen kis összeállított videóval. Elkezdtem összerakni az izraeli utazásunknak a videójait, összevágva a Budapest Girl-le, és borzasztóan működött. Nem tettem rá semmit, csak alávágtam a zenét, alig raktam rá egy filtert, és eltelt 2-3 nap, és még mindig az volt a téma, hogy hogyan forgassam a Budapest Girl-nek a videóklipjét. A fél videó az úgy készült, hogy a meglévő videóim közül a telefonomon, eleve Budapesten. Az összes többit azt meg szándékosan leforgattuk, videóztuk magunkat. A közösségi média ez igazából az új valóságshow-nak a folytatása. Ezért nyernek celebritások, énekesek, festők, tök mindegy. Annyi nézettséget közösségi oldalon, mert az emberek be akarnak látni az életükbe. És ugye ezért működnek annyira jól ezek a fajta videóklipek, ami igazából azt mutatja, hogy ő is egy földenjáró ember. To see my girl.